Hello, sziasztok, őskáosz, téliesítjük a bringát. Talán a legjobban, amikor jön a tél. És hát végülis most bejött a tél, így november 10-e van, és ott a kinti hőfok 4,8. Ez tél. Innétől kezdve az SPD cipő, meg a kamásli az kevés, úgyhogy lejöttek már a pedálok, már hogy a kötéspedálok az SPD-k, és hát mehetek le előkeríteni a sima taposópedált, bakancsot. Ezek a gumik ide már kevesek, úgyhogy jönnek föl a téli gumik is. A bakancsos isak és a téli gumi. Egy kerék kint, két kerék ki, és akkor jöhetnek le a gumik. Hát ez az, ami még jó télire, így ezt lehet használni a bringából. Maga az átszerelés is egy élmény, hogy ilyenkor ilyen jó nagy kupit tudsz a lakásba csinálni. De hát az öltözések is, hogy ezentúl nagy kabát, bakancs, három zokni minimum, és azt mind ki kell mosni minden edzés után. Maszk, téli sisak, síszemüveg, nem tudom, gyilkos, gyilkos a téli edzés. Leeresszük, aztán lefeszegetjük a gumikat. A legegyszerűbben leszedni szeleppel ellentétes oldalon kanállal lehet, mondjuk főleg, ha van két kanalad. Ez így viszonylag egyszerűen, az egyik kezemben telefon van, szóval azért tényleg egyszerű. Ennyit csinálsz is, lenni is van a gumid. Tényleg nem bonyás, csak macera. Utálok, utálok szerelni. Hát mondjuk inkább szerelnék, de hát edzeni is el kell menni. Egyszerűbb, hogyha egy egészben lekapod róla a túloldalról. Lenne még egy kezem. Jó, ezért van a telefonállvány, mert a felrakáshoz idehozzuk az állványt. Szóval a gumi lejött. Már most lefagyott a lábam, pedig még csak lementem a tárolóba. És akkor itt vannak a taposó pedálok, amit mondtam, hogy ezentúl ugye bakancs, mert ez nem cseszi szét a bakancsot, mert lapos a felülete. Mert a feles pedála sajnos éles, és ezt már ide betekerjük, de majd ráérünk, a lábon van a gép. Először a kerekeket kéne valahogy össze harácsolni. Mindjárt megnézzük, meg ott az első, melyik a hátsó, de végül is teljesen mindegy, a forgásirány az fontosabb. Ha jól sejtem, ezek forgásirány téli gumik, ezek a nobinikkek. Meg kéne valahol fejteni. Nem, de biztos. Rá van írva, hogy hátsó és arra forog, úgyhogy ezt tegyük így, aztán ne is gondolkodjunk. Mert valahol rajt van, csak egy koszos, azt nem látszik. Hát a hátsón azon van lánckerék, és arra forog, ez meg ugye pont fordítva áll, és ezt így tesszük föl. És akkor talán olyan nagyot nem tévedhetünk. Egyébként meg lehet rajt keresni az igazi forgás irány jelölést. De jó, hogy sehol nem látom. Itt van. Ez mindig erre forog. Ugyanek ez mindegy, hogy első vagy hátsó, mindig erre forog. Keverem egy másik gumival. Na mindegy, akkor az elsőt, hátsót nem tudom összekeverjem-e. Hát most lesz összekeverve, ez lesz az első, mert ugye már látszik, hogy ő kopik, hátsó meg hadd legyen élesebb. Ez volt elől. És ennek is keressük már meg a forgás irányát, első arra forog, így. És ezen is rajt van szerintem az egy forgás irány, mindegy, hogy elő hátul. Ugye komolyabb gumiknak a hátsó az másik irányba forog. Ugye hátsó keréknek mi a lényege? Az, hogy hajtson, azt hajtás irányba kell, hogy fogjon. Az első kerék meg fékezzen, az meg fogás irányba. Ez még így jó. Erre forog ugye, mert így van a kerék. Mehet bele a belső, aztán jöhet föl. Belefújunk egy keveset, hogy legyen tartása. Jellem el ezt a gumimat. Ugye bele tudod tenni, hogy nem esik ki talán. Ha nem, akkor még fújunk bele. De sokat fújsz vele, akkor nem fél el. Kenda, úristen, milyen. Nincs egy kontinentál, azt szívesen behasználnám hátra. Ez kontinentál, ez lesz ott. Nem fogunk kendát hátra tenni, ott azért nagyobb az igénybevétel. Gyermek, na ez sikerült. Kicsit túlfújod, akkor utána még jobb, mert a mozdulattal lejjebb tudod ereszteni, de így bent van ugye a gumiban. Na még egyszer forgás irány. Erre, arra, jó, halljuk. Ahol átmegy a szelep.
És hol a szelep? Az itt. Érdemes rajta átfűzni. És feltenni egy anyát, hogy ne szerencsétlenkedjük már ki, de csak úgy érintőre. És akkor egyik széle. És egy kevés itt a hely. De legalább le lehetett ülni. Ugye a gumi, a belső védő gumi szalagot érdemes nézni, hogy jó helyen van-e. Nem ebből ki valami kapásból. Ezek a télen nagyon szar, mert ilyen 5 fokba kiizzadva, 80 ruhába, 1 liter víz izzadság benne ruhádba és megállsz, akkor tüdőgyulladás és fagyhalál. És akkor majd márciusban, ha kiolvasz, megtalálnak. Talán. De addig ott senki nem jár. És most szeretnék kéne folytatni a begyűrés. Miért? Két irányba. És ha sikerül beléptetni, kicsit lenyomkodjuk, sikerül beléptetni, hát azért nem sikerül, kicsit fújunk még bele. De mert le kell tekerni, hogy ráférjen a pumpa. Még sok, de legalább jól akar állni. Nem sok, mert itt még lötyög a... Ne lógjon ide a belső, mert hajlamos vagy kicsípni. Jó nagy ganyét lehet csinálni vele a lakásba. Ha csak nem frissen mosott, vagy vadiúj gumi, vadiúj kerékpár díszszerelés. A vadiúj kerékpár minek cserégetni a gumit oda-vissza, ugye? Mert hát akkor nem használod. Ha használod, akkor meg ilyen dzsuvás. Maradjunk annyiba, hogy dzsuvát csinálsz vele. Csak nem vagy olyan hülye, hogy felsz lemosod, mert azzal meg megölöd. Talán be tudom feszegetni. Itt jön a csel, hogy egy kis nyál vagy akármi vagy bármi segíthet. Főleg, hogyha a felni kapja. Felni széle, és most bele kell nyomkodni, hogy ott már a helyén legyen, ahol a helyén van. Itt meg föl kéne feszegetni, és akkor van egy kanalunk, akkor azzal visszafeszíteni is könnyebb. Feszüljél csak. Ez az. Azért ez a gumi nem olyan könnyen szerelhető, és ugye téli, vagy hát ez inkább múrva, vagy szikla, vagy sár gumi, jó nagy bütykös, én télre ezt szoktam használni. És amit kicsit felfújod, akit körbe érdemes van nézni, nem egy csipped ki mégiscsak a belsőt, nem látszhat itt sehol. Meg itt még le tudod annyira nyomkodni, hogy megnézd a belső védő szalagot, ami a felnénk körbe van tekerve, hogy nincs elcsúszva valamerre. Na itt például kicsíptük a belsőt. Itt például a helyére megyen, ha fújom. Talán. Majd kiderül ám a végén. Mindjárt ott visszatuszkolom ott a szeletni. Azért csíptük ki, mert nagyon rátekertem az anyát, és célszerű még betolni, és itt lemegy mellé a gumi, úgyhogy ne csip ki, így. Jó lesz. Fújunk bele annyit, hogy kipattogjon. Most itt megnézzük, hogy minden a helyén van. Lincsó. És akkor mehet is föl 4 légkörre, ha már rajta a pumpa.
mondja, meghúz. És még egyszer végig tekintjük. Először megcsináljuk az elsőt is. Tekar. Azaz. Forgás irány. Ez így forog. Valahol ellentétes. Ez pedig, már megint hol van rajt. Ott így, így forog. Ez így jó lesz. Azt mondja, hogy hát a luk, ami ott van. A szalep itt van. Kicsit elfordul a szalag. Tesszük rá az anyát. Tanulva az előzővel. Nem nagyon a jó húzva. Először egyik oldalt beléptetni, de csak be nem ki. Sokat volt tárva fél éve, és így domtalankodni akar a gumi, mindig leesik túloldalon. Pedig hát szűk gumiról beszélünk. Fordulj már át, ez az. És akkor szelepnél kezdve beléptetjük ezt az oldalt is. Most van az, hogy túl van fújva a gumi. Nyálat a felnyire. Nyálat a gumig, amelyik fogjuk befejezni, és nem több oldal is csinálhatod. Ez így sokkal jobb, hogy a kutya szart nyalogatod. Kell az immunrendszernek a terhelés. Főleg télen föl kell készülni mindenre. A takonyba, köpésbe, minden szart, amit a gumiban, százféle Covid, azt nyolj le. Feltétlenül, ha teszteled az immunrendszered. Ez irónia volt csak. Csak szólok, mert valaki komolyan veszi. Bemaradt az ujjam, de az kell majd a bingázáskor. A másra mivel tartom a telefont. Ez nem egy idegtépő dolog ez. Lehet, hogy kicsit kivetkőzök magamból, mert már bringálásra fölöltöztem két hétekbe fölül, és ez itt kicsit sok. Itt megint eljutottunk ezig a 20 centig, hogy ezt nem tudjuk össze fércűni, és akkor elméletileg egy eszegetővel sikerülhet. Így sikerült is, de nem kellene. Megint csak meg kell nézni, hogy szalag a helyén van-e, a belső pedig nincs ki gyűrve valahol. És mehet bele a nyomás. Szarítottam szerintem rá. Másfél légkörnyel ezt megigazítjuk. Most le is eresztettem, hogy fél légkör, de jó van, és akkor mehetnek ígyre. Így. Lezárjuk a szelepet. Még húzunk az anyán, ugye kijebb jött a szelepünk. Mint már nem kell. Ha van időd, várj egy napot, hogy nem ereszt le. Nekem nincs melyek edzeni mindjárt. No! És akkor jöhetnek bele. Kezdjünk a nehezebbel. Hegyük fel a kesztyűt, és a hátsóhoz, a váltóhoz húzza. Nem. Az elsővel kezdek, már az van kívül. Most csak bele kell tenni. Féktárcsa a helyére. És gyors zárás, úgyhogy pippak. Aztán meghúz. Ezt érezni kell, hogy mennyire kell meghúzni. Nem ennyire. Ennyire már jó. Jaj, neki vetkőzök, mert irgalmatlan melegem van. Dagadt vagyok, jobban izzadok, amikor télen. Itt meg ugye egyszerre kell figyelni,
váltót elhajtva. A másodikon volt a korlatebb, és a féktárcsával nem elvul a betétet, és mondjam a helyére, és az átütő tengelyes brázli, ebben az esetben bele is kell tenni az átütő tengelyt, és belehajtani. És ha nem esett ki az az anya, az Oryx C18-nál kiszokott, akkor semmi baj, akkor csak meghúzod, és kész. Elméletileg jók vagyunk. Ez egy váltót már érdemes finomítani. Elméletileg nem ment el. És akkor kész a brázli, mehetnek bele a pedálok. Csak megkötöm a cipőfűzőmmel. 14-15-ös kulcs lehet. Még megfordítjuk a képet, hogy már az olajból, a fékolajból a borítók jöjjenek fölfelé, hogy mindjárt használni is akarjuk. Ide tolatott magától, hogy egyszerű legyen. Ezzel rajt van, hogy jobb vagy bal, de én nem látok, mondjuk szemüvegbe se, mert fény az kevés. Tényleg ti látjátok, amit csinálok? Ha bele tudod kapatni, akkor jó oldalra tetted. Ez 15-ös. KTM az is 15-ös volt. Csak azon, de ezen is van Grimbus, hogyha nyomaték kulcson akarsz húzni. Ugye ez úgy van, hogy a jobb oldalit úgy húzod, hogy ahogy taposnád. A bal oldalit meg úgy szintén úgy, hogy ez fordított menetes. Ez itt az elves egyébként, ez az elves, de sehol nincs rajt. Ez mint a kitekernél úgy tekered be. Teljesen télies a brázli. És ezt is úgy húzod, ahogy tekernéd. Hogy ne tudjon kitekeredni. No, a szerelés készült, a rendrakás, ami egy sokkal macerásabb, szarabb dolog, de hát ha megnézed, hogy jelenleg mi van itt, hát van egy téli esetett bringa, fél óra elpakolás, egy fél óra öltözés, és mehetünk edzeni. Két réteg fölül, egy réteg alul, erre mindjárt ráveszem azt a gatyát még, mert ezt ki kell mosni, hát most nem túl kerékpárbarát, de teljesen mindegy, csak a lényeg, hogy ne fagyjak el. Meg ugye ebbe szeretem, úgyhogy úgyis tiszta dzsuva. Két zokni megvan, ahhoz jön majd a bakancs, amit ott láttok. Egy téli síkesztyű, egy maszk, egy nagy sisak, nem tudom melyik szemüvege, és még egy kabát, csak még meg kell keverni az italt, ami lehet, hogy belefogy a kulacsunkba. Mert ugye az erkélyen, ahol hőveszteség van, mert nyitogattam, ott 5,60, amúgy 3-4 fok van az időkép szerint. Hát ehhez képest, amikor országutizol ezzel a csodálatos hölgyel, a királylánnyal, Balatonlelle, vagy Kaposvár Balatonlelle oda-vissza, nyáron a 40 fokba, hát olyan nem volt sajnos, csak 30, hát az viccesen, kényelmesen nagyon jól esik, ahhoz képest, ami majd most jön. Ezzel ebben a 3 fokba, kabátba. Amúgy jegyzem meg, hogy ez a puma melegítő, amit itt 18 000-ért megvehetsz, mondjuk. Ez semmit nem ér egy rendes bringás atyához képest. Jó nagy a légellenállás, a kényelmetlen izzadsz benne, megfagysz. Ahogy ez a kabát is. Ja, de a gumi! Hogy aki a novinikket fölrakja, az kopaszkodjon. Elengedett, ez kanyarodni akar. Olyan, mintha 5 fokkal megváltozott volna a villafok szög. Mintha az eddig utánfutásból előfutás, de mintha a Tesco-s kocsit így fordítva akarná tolni, ez egyfolytában kanyarodni akar, nem szabad elengedni magad, edzeni kell egész télen. Ennél már hidegebb nem nagyon lehet, de csúszósabb sem. Ez tél, az hódziher, már úgy kinézetre is, amikor a gumi ilyen vizesnek tűnik, pedig száraz az út, ugye? Mert olyan hideg van. Látsz valamit a túlpartból? A fény, ugye fél 2 délután, a legmelegebb, 23 fok.
ez de retek szar volt. Főleg majd most is ez, amikor kiold, belém fogy a takony meg minden, és a kabát meg minden be a mosógépbe. Teljes mosás, amire levetkőzöl is egy élmény. Amúgy ez a 14-15 fokos lakás, ez most forróság jelenleg. Hát iratkozzatok fel, hogy nem adjatok le semmiről, aztán edzetek télen, akkor meg tudjátok milyen. Sziasztok!